mint minden települést rakamaszt is érinti az energiaválság, ám a városban már a nehézségek előtt pályázatoktól függetlenül is fejlesztettek a költségek csökkentése és a fenntartható működés érdekében. A település polgármestere 35 perc című műsorunkban elmondta, a soron következő pályázatos beruházásoktól is ezt várják ami pályázatos fejlesztés volt, például a tavalyi évben 2021-ben az egészségügyi központunknak Magyar Falu program keretében történő korszerűsítése, az több mint 43 millió forintos beruházás volt. 2022. évben jött az az öröm hír, hogy ugyancsak a top Plus pályázati kiírás keretében begyújtott pályázatunk eredményes elbírálást nyert és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete, tehát az egy épület, két óvodai telephelyünk, 47 fő idős elhelyezését szolgáló gondozási központunk, illetőleg az egészségházunkra történne napelemmel, napelemes, napelemeknek a telepítése. Ezen felül a két óvodai épületünknek a hőszigetelés és nyilázzáró cseréje történne meg ezen beruházás keretében. Az elnyert összeg ugyancsak visszanatérítendő 100%-os támogatási intenzitású összeg, ez pedig 130 millió forint. Ez egy óriási segítség a közszolgáltatást ellátó épületek esetében, hiszen az energetikai költségeket jelentősen csökkentik majd. Emellett más fejlesztések is megvalósultak az elmúlt időszakban Rakamazon. A szabadidő minőségi eltöltését szolgálja a nemrégiben átadott új szabadidőpark, amely nem csak sportolásra, hanem a közösségi programok megvalósítására is alkalmas. A Kávária Parkban szokott sor kerülni a gyermeknapi rendezvényre, ez maximálisan alkalmas több száz embernek a befogadására, és ehhez próbáltunk hozzájárulni azzal, hogy eddig a játszóteret tehát kicsiknek építettük. Most már a felnőttekre is gondoltunk, és ezáltal felnőtt gyermek együtt tudja használni aktívan ezt a területet. 35 perc című műsorunkban a polgármester hozzátette, Rakamas számára is nagyon fontos, hogy élhető település legyen, vonzó legyen a lakók számára, akik boldogan, örömmel töltsék el a településen mindennapjaikat. Ennek érdekében a közeljövőben 90 darab növényt ültetnek a főút mellett, 21 térfigyelő kamerát telepítenek, valamint megújul a szolgáltató ház is, amelyben az eddigi szolgáltatások mellett új játszóház, konditerem és a helyi termékek boltja is helyet kap.